90-es évek legelején, mikor Magyar Műhely találkozót szerveztünk Keszthelyen, akkor az egyik találkozóra egy nemzetközi vizuális költészeti kiállítást szerveztünk Kovács Zsolt barátommal, amely a Keszthelyi Balaton Múzeumnak az aulájában volt, és mindenképpen szeretnénk volna Mélyvártos művészeket is meghívni erre a kiállításra. Így Pap Tiborék azt mondták, hogy Galántai György hozzá kell menni. Az Artklubban ültünk elég sokat, ahol Gyuri az adatbázis lapozgatta, és hát tulajdonképpen egy napon keresztül csak azt néztük, hogy Gyuri lapoz egyet, hogy ez nem kell nektek, ez sem lesz jó, ez nem a műhely érdeklődési köre. És így két óra után már megkérdeztem, hogy Gyuri, lesz egyetlen művész, akit ajánlasz? De aztán végül tényleg nagyon sok jó művészt ajánlott nekünk, akik közül többen anyagot is küldtek a kiállításra, és így az ő segítségével sikerült egy szerintem nagyon izgalmas kiállítást összehozni. Én nagyon szerettem azt, hogy tehát sose lehetett rajta kiigazodni, hogy mennyire veszik komolyan a dolgokat, és mennyire laza. Mindig úgy éreztem, hogy ha nem lenne mellette Júli, akkor valójában minden szétesne. Tehát, hogy egy ilyen zseniális érzékkel tudja kiválasztani az értékeket, zseniális érzékkel tapintana rá, hogy mi az, ami élő, ami kortárs, ami izgalmas művészetileg, de hogy ebből az egészből úgy lesz egy rendszer, hogy a Jóisten egy jó kis feleséget tett mellé, aki valószínűleg az édesapja után egy hihetetlen nagy filológiai rendszerező képességgel és tudással a birtokában a Gyuri életét is keretek közé helyezte. Hát ennek az eredménye az Artpool is, ahol te dolgozol.